www.sportmenu.net. Hírek, események, interjúk mindegy helyen. Sportmenü. A te választásod. www.sportmenu.net. Interjú Balogh Gábor, a Magyar Diáspor Szövetség elnökével. Gábor, beszéljünk először is arról, hogy hogyan sikerült megszerezni a rendezésjogot, ami Magyarországon lesz 2016-ban az iskolai megyei futóvilágbajnokság. Hát ez egy 2-3 éves távlatra kell akkor, hogy visszanyúljak, amikor elkezdtük ezeket az egyeztetéseket a Nemzetközi Sportszövetséggel, ugye az ISF-fel, és ennek a végeredménye az lett, hogy több ország is kandidált egyébként erre az eseményre. A végén egyébként közel másfél évvel ezelőtt a pályázat, amikor bemutattuk külföldön, akkor a Koko volt az, aki segített nekünk a két másik kollégám mellett a prezentációban, természetesen finanszírozási részét pedig a nagy részét a sportállamtitkárságtól kaptuk, amiért nagyon köszönöm egyrészt személyesen a Kokónak, másrészt pedig az államtitkárságnak, hogy egyáltalán megpályázhattuk ezt az eseményt, és nagyon örülünk annak, hogy sportdiplomácia szempontból egy ekkora, hogy is mondjam, előnyt sikerült szereznünk. A főváros meg kellett győzni arról, hogy támogassák ezt a pályázatot, vagy simán ment? A fővárostól is szerencsére folyamatos támogatást kaptunk, egyrészt a helyszínek szempontjából, másrészt pedig financiális szempontból is támogatják a mezei futó VB-t. Ugye egy csomó engedélyezési folyamat volt, tehát volt azért feladat, amiben, mint tudjuk, hogy a fővárosnak azért rengeteg feladata van, de emellett azért szorítottak időt arra, hogy nekünk is segítsenek, tehát ez egy nagyon jó dolog volt. Egyébként még azért a BKV-t is szeretném ide sorolni, meg a 12. kerületet, mert a Normafát megkaptuk, mint helyszín a barátságváltónak, mert lesz hétfőn egy barátságváltó, ahol fiatalokat az idősekkel és nemzetekkel keverve fogunk egy ilyen élményfutást csinálni, egy élményversenyt, és a BKV pedig nagyon komoly árengedménnyel, gyakorlatilag kevesebb, mint az 50%-os normál ár alá bementek, és azzal segítenek nekünk, hogy a diákokat tudjuk szállítani, meg a sportvezetőket az eseményre. Hány nemzet fog részt venni? Van erről ilyen előzetes kalkuláció? Már több mint 25 nemzet bejelentkezett. Ha jól tudom a számot, ilyen 600 körüli gyerekszám, ami azért, hát el kell képzelni itt a Margit szigeten, hogy ez milyen jól fog kinézni. Reméljük, hogy a helyszínválasztás őket is meggyőzi majd arról, hogy Budapest és Budapestnek talán a szabadidős és futó gyöngyszeme az Margit sziget. Ha csak a személyes példámat hoznám még ide vissza a Margit szigeten, nagyon jó érzés volt itt nyerni. Hazai közösség előtt remélem, hogy ekkora élmény lesz itt versenyezni majd a diákoknak. Itt milyen sportszakmai sport elképzelés, vagy elvárás várható? Tehát mik az elvárások? Győzni kell. Szeretnénk, hogyha minél előbb végeznének a magyar versenyzők. Mi kértük az Atlétikai Szövetséget, és ebben segített az Atlétikai Szövetség. Együtt tudtunk abban működni, hogy a kiválasztás megtörténjen. Nagyon bízunk abban, hogy tényleg legalább magyar lányt vagy fiút bármelyik nemben tudunk a dobogon majd látni, adott esetben győzni, mert azért egy magyar himnusz hallgatni Magyarországon az mindig a legjobb érzés. A sajtótájékoztató nem tetted, hogy a Fodisz is csatlakozott, mint szakmai partnerként. Ezt mennyire látod, mennyire tartod fontosnak, hogy a fogyatékkal élők, sportolók is beintegráljanak az éptársak közé? Hát, hogy mennyire érzem fontosnak, az talán az bizonyítja, hogy most először történik ilyen az ISF világbajnokságot tekintetében, hogy egy integrált sportesemény tudunk megrendezni. Ez egy pilot lesz, ez egy bemutató verseny. Nagyon büszke vagyok arra, és a Diáksportszövetség minden munkatársa büszke arra, hogy mi vagyunk az elsők, akik felismerték ennek a fontosságát. Itt ugye a szellemi fogyatékkal élők fogják tudni megmutatni a tudásukat. Én nagyon bízom abban, hogy tényleg ez is egy olyan élményt fog adni számukra, amely maradandó és egész életüket elkíséri. Ha már itt az integrációról beszélünk, ugye nagyon aktuális a téma a 2024-es budapesti olimpiai pályázat. És ugye többször beszélnek a sport rendezőn a 24-es, de a paralimpiáról kevesebbet. Te ezt hogy látod? Most ez a rendezvény mennyire fogja segíteni azt, hogy az embereket még jobban közelebb hozzák a paralimpiához is? Az, hogy ha Magyarország mondjuk el tud nyerni egy olimpiai szervezést,
akár 24-ben, akár később, az teljesen egyértelműen és természetszerűen vonzani fogja magával az, hogy a paralimpia is lesz, és az meg teljesen egyértelműen hozni fogja magával, hogy nagyon sok ember szembesülni, átélni, ennek a pozitív oldalát megtapasztalni lesz képes ezeken az eseményeken. Nekem volt szerencsém kint lenni Londonban a paralimpián is, és egy 5 napot ott eltölteni, és nagyon élményszerű, nagyon-nagyon jó versenyzéseket láthattam, nagyon-nagyon jó versenyeket láthattam, és valójában egyrészt nem csak ezt az idei mezei futóvilágbajnokságot sikerült elnyernünk, hanem sikerült egy másik nagy sportdiplomáciai sikert elérnünk, mégpedig, hogy az úszó iskolai világbajnokság jövőre itt lesz, és mi leszünk az előversenye gyakorlatilag a Final Six-nek, a vízilabdának és a FINA vizes VB-nek. Nagyon remélem, hogy kormánybiztos urat meg tudjuk arról győzni, hogy ami Londonban működött, hogy az iskolai sport, az utánpótlás sport egy zászlóshajója tudott lenni az olimpiai pályázatuknak, így a Budapest 2024 pályázatnak is szeretnénk mi ezeket a versenyeket a segítségül nyújtani, és nagyon remélem, hogy a Dagályban, ha addigra ez elkészül, mert pedig kormánybiztos úr azt mondta, hogy időben el fog készülni, akkor jövő április végén talán helyet tudunk kapni, és mi lehetünk a bemutató esemény a Dagály strandon. Milyen jó üzenet, csak el kell gondolni azt, milyen jó üzenete lenne annak, hogy a felnőtt vizes VB előtt az iskolai világbajnokság is, a diákok és az iskolai világbajnoki indulók is ott tudnak lenni. Szerintem ez egy nagyon szuper dolog volna. www.sportmenu.net Hírek, események, interjúk mindegy helyen. Sportmenü. A te választásod. www.sportmenu.net